Tavaly élete legjobbját nyújtotta a magyar atléta, aki 6. lett 5 próbában a fedett pályás EB-n, majd a szabadtéri világbajnokságon is elérte ugyanezt a helyezést 7 próbában riói kvótát érő 6389 pontos egyéni csúccsal. Eredményei okán meghívták a márciusi fedett VB 12 fős 5 próba mezőnyébe. Zsivoczky-Farkas Györgyi következik. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Györgyi, számítottál ugye a 2015 meg az eredmények alapján erre a meghívásra? Egy kicsit nézzük azt, hogy végül is, mert itt az eredmények számítottak, nem kellett így kvalifikálni rá, hogy miből adódott össze ez a lista, az a 12, aki kikerült. De. Fedett pályán a több próbázók egy speciális helyzetben vannak, hiszen nem szintet kell teljesíteni, mint bármelyik másik világversenyre, hanem az előző évi szabadtéri eredmények alapján és az idei évi fedett pályás eredmények alapján lehet bekerülni. Eddig 8 főt hívtak a világbajnokságra, Európa-bajnokságra általában 16 fő mehet. Idén viszont kibővítették a világbajnokság mezőnyét, most már 12 fő vehet részt ezen a versenyen, úgyhogy kicsit könnyebb bekerülni, mint a korábbi években. De hát azért ez sem nevezhető könnyűnek, hiszen a szabadtér és a fedett pályás listáról is 5-5 főt hívnak. Ezen kívül nekünk van egy challenge versenysorozatunk, ami tulajdonképpen a több próbának a Diamond League-je, és ennek a versenysorozatnak a győztesét hívják még meg, plusz még a Nemzetközi Szövetség egy szabadkártyás versenyzőt indíthat. Na most a tavalyi eredményei alapján látjuk ezt a 12 fős mezőnyt, amelyik végül is ott lesz ezen a fedett világbajnokságon. Itt te hanyadik helyen kerültél be a társaságba? Igazából fogalmam sincs, nem hogy tudod? Előttem kik fogadták el a meghívást. Az biztos, hogy 5-nél, vagy rajtam kívül 4-en fogadhatták csak el. Azt csak gyanítom, hogy a brit Jessica Ennis helyett kerültem be, hiszen aznap, amikor én megkaptam a meghívást, ő akkor jelentette be, hogy mégsem indul ezen a versenyen. Úgyhogy nem tudom rajtam kívül ki a másik 4, aki a szabadtéri listáról került be. Na most, Györgyi, szerinted ebből a társaságból, akik most ott lesznek ezen a világbajnokságon, hányan lesznek ott majd a riói elitkörben? Persze az szabadtér, de meg 7 próba, de mégiscsak, tehát hogy mennyire, itt az előbb mondtad lemondás például, hogy mennyire krém és elit Rióhoz képest az a társaság, amelyik itt összegyűlik majd. Általában egy olimpián 7 próbában olyan 40 induló van. Most a tervezett létszám, mert most változott a kvalifikáció, korábbi években A és B szint is volt, jelenleg egy szint van, ami érdekes, hogy ráadásul ez az egy szint magasabb, mint a korábbi erősebb szint valaha. És tehát lehet számítani rá, hogy nagyon erős lesz a mezőny, de ez látszik is, hiszen a világranglistán a tavalyi évben majdnem 50-en csináltak 6000 pontot, korábban ez inkább olyan 20 és 30 fő lehetett, tehát nagyon sűrű a mezőny. Mivel a világbajnokságra, ide fedett pályára ugye 12 főt hívnak, én azt gondolom, hogy elég erősnek lehet nevezni ezt a javuk, akkor ott lesz majd veled együtt, majd Rióba is úgy tűnik. Na most az, hogy ugye fedettben 5 és nem 7 próbáról van szó, ez számodra előny vagy hátrány inkább? Igazából is, mert ugye fedett pályán a 200 méter és a gerelyhajítás marad ki. A gerelyhajítás nekem egy viszonylag erős számom. Tehát az egyfelől az rossz? Igen, másrészt viszont a 200 méter a leggyengébb számom, úgyhogy olyan szempontból viszont jónak mondható. Remélem azért idén már a 200 méter is el fog mozdulni, én úgy gondolom, hogy az edzés eredményeim alapján ezen is tudtunk változtatni, de ugye ezen a világbajnokságon ez nem fog kiderülni, majd csak nyáron. Na most az, hogy a tavalyi fedett EB-n és a szabadtéri VB-n megvolt egyaránt ez a 6. hely, ez eligazít-e minket bármilyen tekintetben, hogy itt mi várható? Hát nagyon nehéz előre következtetni, hiszen tavaly például az Európa-bajnokságon volt egy rontásom magasugrásban, ott is reménykedtem benne, hogy akár egy picit előrébb végezhessek. Igazából, mivel 5 számról van szó, nagyon nehéz belőni, hogy ki tudja hozni aznap a formáját, ráadásul ugye Oregonban lesz a világbajnokság. Portlandban, igen. Ezért 9 óra időkülönbség van ugye Magyarországhoz képest. Remélem, hogy jól fog sikerülni az átállás. Sok tényező adja ezt össze, úgyhogy nehéz ezt előre jósolni. Ha már szóba hoztad, ugye a helyszínek néha jó óment jelentenek, neked Peking például az életedben. Ilyen szempontból Amerikával hogy állsz? Én Amerikában egyszer voltam, mert tanultam egy évet Nebraska-ban sportösztöndíjjal. Én nagyon szerettem ott lenni. Az elején nyilván voltak nehézségek, de én úgy gondolom, hogy szeretem Amerikát, úgyhogy remélem, majd úgy tudok Portlandből is hazatérni, hogy ez továbbra is így maradjon. Most így ez a VB majd márciusban lesz, hogy hol tartasz a téli felkészülésbe Attilával, férjeddel együtt, de hogy építitek fel ezt a 2016-os történetet, amelyben majd lesz egy szabadtéri Európa-bajnokság, és aztán a riói olimpia? A fedett pályával voltunk ugye kicsit bajban, amiatt, hogy nem voltunk benne biztosak, hogy bekerülök a szabadtéri lista alapján, ezért a most hétvégén megrendezendő 5 próbabajnokságra úgy kellett készülnünk, hogy akár ott kelljen kvalifikálnom. Szerencsére ezt most már nem kell annyira vérmesen komolyan venni, hanem inkább lehet fókuszálni a márciusi versenyre. Úgyhogy továbbra is indulni fogok ezen a bajnokságon. Úgy érzem, hogy nagyon jó formában vagyok, viszont így lehet egy-két dolgot tesztelni, amit nyilván edzés körülmények között nem lehet. Mit akartok tesztelni? Mit szeretnétek tesztelni? Igazából technikai dolgokra, hogy tudok odafigyelni, vagy bizonyos helyzetekből mit tudok kihozni. Teljesen más, hogyha az embernek nem lebeg ott a bárda feje fölött, hogy most akkor szint, nem szint, meghívás, vagy nem meghívás. Igazából ugyanolyan komolyan szeretném venni ezt a hétvégi versenyt. Utána viszont lesz 5 hetem a felkészülésre még. Ezután nyilván tervezünk majd egy kisebb pihenőt, mert így viszonylag hosszú lesz a fedett pályás szezon. Utána szerencsére edzőtáborba is el tudunk menni tavasszal, majd az Európa-bajnokságra szeretnék felkészülni, és utána szintén 5 hétre rá az olimpiára. Most, hogyha így a formaidőzítés és egyéb szempontból a VB, EB, nyilván az olimpia legfontosabb, hát az nem kérdés, ugye? Értem, igen. De hogy ebből a VB-ből és EB2-sből, főként az, hogy az ugye szabadtéri, de mégiscsak közel van már az olimpia, szóval melyik a fontosabb? Nyilván az olimpia. Nem, az a VB és az EB. Tehát ugye ja, azt mondom, hogy az EB az ugyan szabadtéri, de nagyon közel van már az olimpiához, ezért kérdezem, hogy ez a fedett VB, vagy pedig majd a szabadtéri EB a fontosabb? Igazából sosem abban gondolkozom, hogy most a verseny a fontosabb, hogyha ott vagyok, akkor mindenképpen szeretném kihozni magamból azt, amit éppen tudok. Én úgy gondolom, hogy a fedett pálya az általában mindig a szabadtérre való felkészülés, hiszen ugye a 7 próba az olimpiai szám, nem pedig az 5 próba. Ez is fontos, hiszen világbajnokságról beszélünk, tehát nem mondhatom azt, hogy nem. Mivel az Európa-bajnokság közel lesz viszonylag az olimpiához, hiszen ugye a 7 próba az egy olyan versenyszám, mint a maratonfutás, hogy nem lehet minden hétvégén teljesíteni, ezért az EB-nek nyilván kevesebb lesz a hangsúlya, mint az lehetne. Zavaróan közel van az olimpiához? Ez az 5 hét én úgy gondolom, hogy elegendő, ha közelebb lenne, az már zavaró lehetne, de... nyilván így az olimpia lesz a fontosabb. Na most a világbajnokságon pontszámban vagy helyezésben gondolkodsz inkább? Inkább pontszámban, de azt sem szeretem előre kimondani, tehát inkább tényleg a teljesítményemre szeretek koncentrálni. Ebben az évben mondtad a gyengéket, ahol legtöbbet javítani kell, de hogyha mondjuk nettóban nézzük a ráfordított energiát a számok közül, akkor melyekkel fogsz többet, várhatóan többet, kiemelten többet foglalkozni? Hát hétpróbázók általában gátfutással foglalkoznak nagyon sokat, legalábbis azt vettük észre a nemzetközi mezőnyből is. Nyilván vannak olyan sportolók, akiknek egy-egy számuk nem megy annyira, általában arra is szoktak több figyelmet fordítani. Én nekem a sprintfutással és a gátfutással voltak nagyobb problémáim, ezért ez különösen nagy hangsúlyt kapott. Talán ez az, ami a leginkább fontos, hogy helyén legyen. Előtérben igen, lesz a normál készülés mellett. Hát Györgyi, akkor... hajrá, legyen jó Rióig ez a felkészülés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.